Botikba Kenneth és Mihály Blazsics. Megszokhattuk, hogy szlovén védőnk érkezése óta a kezdőcsapat kihirdetésekor ez a két név hangzik el a felsorolásban a védelem tengelyében. A duó szerepe rendkívül fontos a mérkőzéseken, hiszen elsősorban rajtuk múlik, hogy csapatunk kapott gól nélkül játssza le a mérkőzéseit. Játékosainknak egymásról is megvan a véleményük. Kenny is a great player. Kenny egy nagyszerű játékos, de talán fontosabb, hogy egy remek ember. Könnyű vele együtt játszani, ráadásul még tanulhatok is tőle. Remélem folytatjuk az eredményes közös munkát. That we must keep on going like this. Úgy gondolom, hogy a kommunikáció jó kettőnk közt, ugye az egész védelemmel, és annak köszönhető, hogy a csapat úgy aránylag kevés gólt kap. Még természetesen ugye még kevesebbet akarunk kapni, de abszolút kettőnk közt jól megy, jól tudunk egymásra figyelni, már így megéreztük egymás mozgását. Nem csak egymás mozgása, hanem a kettejük közti kommunikáció is fontos eleme játékuknak. Mostly shout, because now also in home games there are more and more fans, so it's általában kiabálunk a másiknak, főleg a hazai meccseken, ahol egyre több szurkoló van, és nehezebb hallani a másikat. Mindig elmondjuk egymásnak, mit látunk, hogy fel tudjunk készülni a szituációkra. Ezzel is segítjük egymást. Some situations and to help each other, and I think this is a very important part of our job. Ez fontos része a munkánknak, mert a kapussal együtt mi látjuk a legtöbbet a pályán. A két játékos azonban nem csak a pályán, hanem azon kívül is dolgozik azon, hogy minél jobban egy hullámhosszra kerüljenek. Volt már rá például volt egy olyan meccs is, amikor ő otthon nézte, én is otthon néztem, de figyeltük, ugye Champions League-ben néztük, ugye például volt egy ilyen szituáció, hogy a Tottenham játszott a Real Madrid ellen, és akkor feltűnt nekem valami, hogy mit csinál a Tottenham, hogy védekedik, és akkor ezt mi ugyanúgy megbeszéltük, már egyből küldtem neki az SMS-t, és akkor néztük, hát, hogy ők hogy csinálnak, hogy csinálják másképp, szóval abszolút próbáljuk a legjobbat kihozni magunkból és a csapatból is, és hát ez csak úgy megy, hogy pályán kívül is párszor megpróbáljuk megbeszélni, hogy akkor hogy kéne. Játékosaink láthatóan jól megértik egymást, de hogy ezt a kapcsot próbára is tegyük, különböző bizalomra, illetve ismeretségre alapuló játékoknak vetettük alá őket. Az első feladatban le kell írniuk magukról három mondatot, amelyekből kettő igaz, egy pedig hamis. A másiknak pedig meg kellett tippelnie, a három közül melyik a valótlan állítás. First, I have one brother and one sister. Second one, shoe size 44. Third one, favorite team Real Madrid. Which one is false? I would go for the first is false. The false is shoe size is not 44, is 45, man. So first, my favorite music is hip hop R&B. Second, my first sport was athletics. And third, I'm Slovakian. I'm a little bit confused now with Slovakia and Slovenia. But this is the pro. that was the point. Man, this is difficult. Man. Slovakia, Slovenia. No, you are from Slovenia, man. You're from Slovenia. No, the third is false. Of course, man. He got it. Of course. He got it. Az első játékot mint Otikbától megtudtuk, szlovén játékosunk nyerte. Most pedig jöjjön egy olyan megmérettetés, amiből kiderül, mennyire gondolkodnak hasonlóan védőink. Játékosainkat arra kértük, hogy írjanak fel 5 olyan dolgot, amit magukkal vinnének egy lakatlan szigetre. A végén kiderül, hány közös pontjuk van. A lot of food. A lot of water, because I suppose this is a island in the salt water or not in the sea or not, so okay. Yeah, in the ocean, so you, yeah, you need water. Okay, fishing stick, yeah. Yeah, yeah.
One football. Okay. And a nice lady. Food, water, a boat, some gas and a girl. A három közös választás jó aránynak számít, most azonban folytassuk egy teljesen más játékkal. Futballistáinknak farkas szemet kell nézniük, mindössze egyetlen egyszerű szabály van. Aki először elneveti magát vagy mosolyog, veszít. Lássuk, ki tudja jobban kontrollálni magát. Próbáljuk meg még egyszer. Oh my God. Egyezzünk ki döntetlenben. Végezetül azt kellett megtippelniük, kinek mi a kedvenc emléke a Ferencvárosban töltött időszakából. Since I'm here, I think the win against Újpest. Correct, yeah. And for him, the win against Debrecen. I think it's a close call with win against Újpest and the last one. It's a close call. Because the last one was because of the fans and everything, and because Újpest because it's the derby, so. It's close. A játék végén megállapíthatjuk, hogy Otigba és Blažić nem csak a pályán, hanem azon kívül is egy hullámhosszon vannak. Ez pedig reméljük minél több kapott gól nélküli győzelemhez vezeti csapatunkat a jövőben. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.